Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, amit tudom, hogy nagyon vártatok már, és végre elhoztam nektek, ami nem lesz más, mint a csak egyszínű smink. Úgyhogy végre eljutottunk ide is, végigolvastam az összes kommentet, és annyira különböző féle színeket kértetek, hogy azt se tudtam, hogy melyik legyen, viszont mivel ősz van, és ez az évszak ennek a színnek az évszaka, így most a pirosat választottam, és egy piros minket fogok nektek elkészíteni, úgy, ahogy kértétek, vérvörös szájjal. Ahogy látjátok, az alapom már készen van. Szerintem ez a videó megy ki hamarabb, úgyhogy egy-két nap múlva látni fogjátok, hogy hogy készítettem el ezt az alapot, és hogy mivel készítettem el ezt az alapot. De most el is kezdem a szememet megcsinálni, ugyanis a következő videót ezelőtt vettem fel, nyilván, és ott már elmondtam, de itt is elmondom nektek, hogyha valaki nem látná a másik videót, akkor tudja, hogy mi történik. Holnap utazunk Milánóba édesnyával és öcsivel, és nagyon izgatott vagyok, de még semmit nem pakoltam össze, és ők már elindultak ide hozzánk. Úgyhogy egy kicsit késésbe vagyok, de ettől függetlenül ezt a két videót még felszerettem volna venni nektek, mert amíg én Milánóba vagyok, addig is szeretném, hogy legyen nektek videó. És miután hazajöttem, látni fogjátok a milánós vlogot, és a többi videót viszont nem lövök le mindent idő előtt, úgyhogy szerintem kezdjük is el a videót. Szerettem volna azt a palettát használni, amit mindig használok, amikor piros sminket készítek, vagy valami bordós árnyalatút, de úgy döntöttem, hogy nem, kilépek a komfortzónámból, és megint a James Charles palettámat fogom előhúzni. Egy kicsit próbálom jobban megismerni ezt a palettát, úgyhogy most fel fogjuk fedezni a piros színeket benne. Ahogy mondtam, az alapom már készen van, viszont a szememre nem tettem még túl sok primert, vagy az esetünkben korrektort. A NYX-nek a Can't Stop Won't Stop korrektorát fogom használni a legvilágosabb árnyalatban, mint ahogy azt valamelyik videómban mondtam már nektek. Látjátok azt ott? Csodálatos. Nem rakok belőle túl sokat, mert iszonyatosan pigmentált, és még ez is lehet, hogy sok lesz. A legegyszerűbb módszerrel a gyűrűs ujjammal eloszlatom, szépen beütögetem, és egy ilyen szép kis átmenetet próbálok meg csinálni. Bár most jut eszembe, hogy kár volt mind a két szememet megcsinálni, mivel kamerán csak az egyiket fogom. A szememnek az összes részét lekorrektorozom, amit úgy gondolok, hogy fog kerülni oda smink. És ahogy látjátok, még azt is, amit nem kellett volna. Wow! Elég félelmetesen nézek ki a kamerám. És akkor, ahogy ezzel megvagyok, jöhet a paletta, amit most vettem észre, hogy nem túl sok piros van benne. Melegbarnás árnyalatok vannak, viszont konkrétan piros és bordó, amire nekem lenne szükségem, az nincs, úgyhogy adjatok nekem egy percet, és tényleg előkeresem a Kylie palettámat. Hála az égnek nem tettem túl messzire, úgyhogy ne csipogj már. Úgyhogy itt van ez a paletta is, kicsit ütött-kopott, de attól még tökéletes. Úgyhogy a jobb szememen el is kezdem a sminket. A szempillámon egyébként ragasztó maradványok, mint mindig. Az első lépésem az lesz, hogy ezt a kicsit narancssárgásabb színt fogom felvenni a Kylie de Burgundy palettből. És már megint nem tudom, hogy Cat Crease csináljak, vagy cicásat. Lehet, hogy csinálok egy ilyen is-is dolgot. Tudok olyat csinálni, egy is-is? Szerintem tudok. Van egy ötletem. Na jó, a lényeg az, hogy ezt a színt nagyon-nagyon óvatosan leütögetem, és szépen elkezdem eloszlatni, de tényleg óvatosan, hogy ne legyen semmi éles vonal. Csak egy nagyon picit megadva a formáját a szememnek, és egy kicsit ezt kintebb fogjuk húzni. Valahogy így, azt hiszem. Szemöldökeim katasztrofális állapotban vannak, úgyhogy most már valamit kezdenem kell velük, mert nem nagyon tudják, hogy hogy nőjenek. A következő lépés az az egyik kedvenc őszi színem, amit itt láttok középen.
Ebből vettem fel egy ilyen kicsit pufibb ecsetre, pufibb lapos ecset, és elkezdem lerakni a színt. Próbálok valami formát adni a szememnek. Valahogy így, és azt hiszem kezdetek már rájönni, hogy milyen formájú lesz ez a szemsmink. Egy kicsit kitörölgetem az ecsetet, de nem teljesen. És csak az éleket elkezdem egy kicsit eldolgozni. Nem túlságosan, de egy kicsit. Felváltva használok egyébként ilyen kis húzogató és körkörös mozdulatokat is. Veszek fel még egy kis színt, és bevezetem itt egy kicsit így belülre is. És próbálok odafigyelni arra, hogy ne húzzam fel így a szemem, mert közel sem ugyanaz a forma, mint amikor le van ugye engedve. Kicsit rakok többet, szeretnék egy igazán drámai hatást elérni. Ez a lényege ennek a sorozatnak. Satírozáshoz már felhúzom, mert könnyebb dolgom van, és igazából itt a formát azt már nem befolyásolom. Még nem sok látszik, de én már érzem, hogy mi lesz. A következő szín az, ez a piros lesz. Ne haragudjatok, de most már nem fogom elővenni ezt, és nézegetni, hogy mi melyik szín. Ezt egy sokkal kisebb ecsettel viszem fel, ami teljesen lapos. És ahogy felvettem, ide fogom feltenni mellé, és hozom be, hát úgy a belső egyharmadot hagyom ki. Próbálok odafigyelni, hogy szépen itt eloszlassam a két színt. És próbálok arra is figyelni, hogy itt fent a találkozásuk az valami szép rendezetnek tűnő vonalka legyen. Ez a smink, én már érzem, hogy olyan, hogy amíg nem lesz kész, addig nagyon jól néz ki, de ha kész lesz, akkor jó lesz, higgyetek nekem. A következő színünk az ez a picit narancsosabb piros. Ez fog menni a belső sarokba alapnak, csupa matt szín, és itt elől. Milyen furcsa egyébként, hogy felvíve alig van különbség a két szín közt. Tényleg csak egy-két árnyalat. Majd elkezdem eldolgozni a belső sarkot, és hagyom, hogy a szín egy kicsit beljebb jöjjön. Nagyon óvatosan satírozom, viszont egészen felhozom, addig a pontig, amíg találkozik ezzel a kis bordós színnel. A piros színnel bejövök az alsó szempilla vonalamra is. És nem tartom annyira közel a vonalat. Jól nézek ki, ugye? A sötétebbik színnel pedig összekötöm. És elsatírozom. És egy nagyon picit, egy sötétebb, barnás, szürkésebb árnyalattal ide fogok jönni a sarokba, és egy kicsit mélységet adok a szememnek, mert nagyon egyszínű az egész. A James Charles palettából egy highlighter színt fogok felvenni, és először az alsó sarokba, viszonylag lefele húzva felrakom.
még egy fokkal sem néz ki jobban, azt kell, hogy mondjam. Most jöhet egy kis csillogós, méghozzá ez a két szín keverve, hogy biztosan egy nagyon szép pirosas árnyalatot kapjunk, ami csillog is, csak nem ragad. Az az igazság, hogy nem tetszik. Nem tapad fel a csillám, és egyébként is nem ilyen színe lenne, hogyha erre raknám rá, mint ami nekem kell. Úgyhogy változik a terv, és tényleg egy cut-crease fog következni. Ami pedig úgy fog kinézni, megpróbálom nektek mutatni, hogy az előző korrektort kinyomtam a kezemre, és fel fogom helyezni a szemhéjamra, a mozgó szemhéjamra, és kihasználom azt, hogy ennyire feltapad. Csak idáig szeretném, hogy érjen, most pedig felnézek, ami megadja nekem azt a vonalat, ameddig fel kell, hogy érjen ahhoz, hogy látszódjon. Hagyom, hogy száradjon. Elég nehéz megtalálni azt a formát, legalábbis nekem még, ami ténylegesen jól áll a szememhez, de kísérletezek vele folyamatosan. Bár azért hétköznapra elég ritkán csinálok cut crease-t, de ha jól meg van csinálva, akkor nagyon sokat tud dobni egy rejtett szemhéjon, szerintem. És akkor most fog az történni, amit az előbb mondtam, hogy ezt a bordó színt felveszem, és elkezdem beütögetni, viszont be fogom fújni, mert még így se tökéletes, szerintem. Kiteszem a posztot, ti dizájnerolok, nincs tré. Ja, te most videózol? Uh-huh. Sziasztok! Ez ilyen timelapse? Videózik. Kezd tetszeni a dolog, viszont nem érzem még azt, hogy kellőképpen elválna a cut crease magától a füstös résztől, úgyhogy fogok húzni egy arany csíkot, amit tudom, hogy nem piros, viszont szeretnék valamit, ami egy kicsit elválasztja a kettőt egymástól, hogy tényleg szép legyen. Ezt a lássos eyelinert, tust fogom használni. Nagyon tetszik a feketéje, úgyhogy remélem, hogy ez is van olyan jó. Egy kicsit feketítek a szempillatövemen. James Charles palettából a feketét vettem fel egyértelműen, és csak a szempillatövembe teszek egy kicsit. Nem szeretnék mégsem hosszú tust húzni, csak szeretném, hogy egy kicsit sűrűbbnek tűnjön a szempillavonalam. Dominik és Bence nagyon hangosak kint, ne haragudjatok. És ezt a színt alul egy nagyon picit kicserélem aranyra, csak hogy egy kicsit melegebb hatása legyen. És most jöhet a pilla. És ahogy látjátok, el is készült a teljes smink, viszont át kellett váltanom telefonra, mert a kamerám lemerült, és egyszerűen nincsen most időm megvárni azt, hogy visszatöltsön. Így néz ki, és az az igazság, hogy kicsit sajnálom, hogy ilyen bordós árnyalatba ment át, és nem tudtam ilyen vérvörös minket csinálni, mint a szám. Viszont nekem őszintén megmondom, hogy még így is tetszik. Kicsit erősítettem a szemöldökömön, hogy meglegyen egy kontraszt, hogy jól passzoljanak össze a dolgok. Úgyhogy ez volt a csak piros színű smink videóm. A következő körülbelül egy hét múlva fog érkezni. Megígérem, most már tartani fogom az időket. Remélem, hogy nektek is tetszik ez a look. Fogok csinálni képet, az menni fog Instagramra, úgyhogy mindenképpen dobjatok rá egy lájkot. És hogyha tetszett ez a videó, akkor erre is dobjatok egy hatalmas lájkot. Ha esetleg nem vagytok még, akkor iratkozzatok fel, és nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok
kapjátok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek engem Instán is, hogy tudjátok lájkolni azokat a képeket, amiket az ilyen sminkekről csinálok. Nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok velem ebbe a videóba, a következőben találkozunk, sziasztok!